A találkozó elején ismerkedtek egymással a riválisok, felváltva estek a kosarak. A csapatok gyakran váltottak védekezést, így próbálták megnehezíteni a másik fél dolgát. Az első negyed 18-17-es hazai vezetéssel zárult. A folytatásban is ugyanaz történt a pályán, mint korábban. A második felvonás derekán elkapták a fonalat a vendégek, aminek köszönhetően egy 13-2-es rohammal 11 pontos előny szereztek a nagy szünetre. A fordulás követően úgy tűnt, hogy a dombováriak fejben az öltözőben maradtak, ugyanis a kozármislenyiek rövid idő alatt ledolgozták a hátrányukat a fegyelmezetlenül játszó látogatókkal szemben. Azután ismét felváltva találtak a gyűrűbe a játékosok. 60-60-as döntetlennel vártak neki az együttesek a záró etapnak, melynek első részében a vendéglátók több dudaszós triplát is szórtak, ami demoralizálta a DKKE gárdájának tagjait. Az összecsapás hajrájában a házigazdák több könnyű kosarat is szerezve a maguk javára döntötték el a rangadót 86-78 arányban.